ha piszkozat, akkor ugye vonalzó mentén szépen mindent áthúzol, ezt a lapodat is. Ha erről bemásoltál mindent a feladatlapba, akkor szépen vonalzó mentén áthúzol, és azt piszkozat. A vizsga megkezdése előtt megkapták az utolsó instrukciókat az érettségizők a mezőgazdasági szakközépiskolában. Ebben az oktatási intézményben idén a magyar nyelv és irodalom írásbelivel 73 nappali és levelező tagozatos, illetve felnőtt képzésben résztvevő tanuló kezdte meg a vizsgáit. Tettem tavaly földrajzból, ami hát nem valami jól sikerült, de most ezeket próbálom jól megcsinálni. Hát izgulásról, hát igen, nagyon izgulok, szerintem látszik is. Hát a tanulás azt a 4 év alatt a tanárok segítettek felkészülni, sokat tanultunk, nem csak én, a többi osztálytársaim is, hát remekedjük benne, hogy sikerülni fog mindenkinek eredményesen. A mezőben valamennyi diák a középszintű érettségit választotta. Hát iskolánkban ugye jelenleg még ugye 4 kötelező tantárgy mellett egy választó tantárgy az, amiből érettségi vizsgát tehetnek. Általában ugye a 4 kötelező a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv és a történelem tantárgyak, ezek a kötelező tantárgyak, illetve a választott tantárgyak pedig általában hát az informatika, a biológia, esetleg a kémia tantárgyak közül kerül ki. Vannak természetesen még előrehozott érettségi vizsgát tevő diákok is, akik informatikából vagy idegen nyelvből tudnak érettségi vizsgát tenni az új szabályozás szerint. A szakközépiskolai képzésben résztvevő jelenleg 9. vagy 10. évfolyamos tanulóknak már 5 tantárgyból kell majd kötelező jelleggel érettségizniük. A magyar, a matek, a történelem és az idegen nyelv mellett szakmai tantárgyból is vizsgázniuk kell majd. Reggel 8 órakor a Kossuth Lajos gimnáziumban is rendben megkezdődött az érettségi. A Székhelyi Intézménynek 96, tagiskolájának pedig 22 végzős vizsgázója van. Itt a Székely Intézményben 2 tanuló nem tudta megkezdeni orvosi kezelés miatt az érettségi vizsgáját. Közülük az egyik majd az őszi vizsgaidőszakban fogja a vizsgáit letenni. A másik tanulónk pedig az írásbeli helyett szóbeli téttel fogja teljesíteni a vizsgáit. A fiataloknak 1 órájuk volt a szövegértési, és 3 órájuk a szövegalkotási feladat megoldására. Az első része viszonylag könnyű volt, annyi, hogy lehetett volna 10-15 perccel több időre, mert arra viszonylag kevés volt szerintem. Második része az, arra meg már szerintem sok volt a 3 óra, mert könnyebb volt befejezni, az érvelést választottam, mivel azt gyakoroltuk a legtöbbet az órákon. Úgyhogy szerintem egész jól ment. A gimiben a végzős diákok mellett több tanuló élt az előrehozott érettségi lehetőségével, amely informatikából és idegen nyelvből lehetséges az új szabályok szerint. Ebben az iskolában több diák választotta az emelt szintű érettségét. A katolikus keri 3 végzős osztályának 75 tanulója érettségizik ebben a tanévben.